A mögöttünk hagyott esztendőt a nagy átalakítások éveként jellemezte a megyei közgyűlés elnöke, amely közül a legfontosabb feladatként hajtották végre az önkormányzati hatáskör megújítását, ami harmonizál az elmúlt év decemberében elfogadott önkormányzati törvénnyel. Mindez nem veszélyeztette a gazdálkodást, az elmúlt évben csőd nem fenyegette a közgyűlést és az intézményeket, amelyek átalakításának köszönhetően viszont hatékonyabbá vált a működtetésük. 2011. szeptemberétől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat hivatalának jelentős tevékenységét képezte törvényi felhatalmazás alapján az egészségügyi, közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és gyermekvédelmi intézményeinek és a megyei önkormányzati vagyon átadásának az előkészítése. Az idei évtől kezdődően a megyék a területfejlesztés központjaivá válnak. A megyei önkormányzattól átkerültek az intézmény fenntartói feladatok az államhoz. Ezzel a magyar állam egy óriási feladatot vállalt, és egy hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot, mert végre ő az, aki fenntartja és finanszírozza az intézményhálózatot. A megyei önkormányzatnak viszont egy még nagyobb felelősséggel bíró feladatot szabott, amely nem más, mint a területfejlesztés politikának a meghatározása, a teljes ágazati fejlesztés politikának a koordinálása, és a területfejlesztési ezekből következően a területfejlesztési terv elkészítése, ami gyakorlatilag egy olyan program alapú tervezés jelent, amely területfejlesztési tervből, programtervből, az országos tervet összeállítva, majd a következő Európai Uniós 7 éves pénzügyi ciklus kohéziós forrásainak a kérhetőségét alapozza meg. Úgyhogy egy nagyon felelősségteljes és komoly feladat előtt áll a megyei önkormányzat. Eddig ugye az Európai Uniós pénzek felhasználása projekt alapú finanszírozás keretében történt. Mennyiben jelent ez majd mást a program alapú finanszírozás tekintetében? Most tanulni kell még ezt a dolgot mindenkinek, de ez egy nagy változás. A dolog az arról szól, hogy eddig akinek a projektje megfelelt, mondjuk számszakilag, és illeszkedett azokba a prioritási tekelyekbe, amelyeket a regionális operatív programok meghatároztak, az akár nyerhetett is. Mától ez úgy fog kinézni, hogyha elkészülünk a fejlesztési tervünkkel, akkor ehhez a fejlesztési tervhez illeszkedni kell. Ez egy önkormányzati rendelettel elfogadott fejlesztési terv kell, és ez egy programozott, egy program alapú terv lesz, és reményeink szerint ez alapján is fog működni, és a finanszírozások és a pályázatok is ez alapján fognak működni. A kapcsolatrendszerben is egyfajta változás történik megyei önkormányzat, városok, községek tekintetében. Mit jelent ez majd tartalmi szempontból? Nos, a városoknak, településeknek az intézményeit már, hogyha át kívánják adni, nem kell fenntartanunk, viszont a településeknek a településfejlesztési terveit nyilván szeretnénk beépíteni a megyei területfejlesztési tervbe, amely azt jelenti, hogy a települések, városok, kistérségek fejlesztési terveit fogjuk alapul venni ahhoz, hogy a megyei területfejlesztési terv elkészülhessen. Természetesen nem egy-egyben átvételről beszélünk, hanem elsősorban azt szeretnénk megtudni, hogy a településen élő emberek milyen kitörési pontokat, milyen fejlesztési irányokat jelölnének meg a saját településüknek. Na most elkészül a településfejlesztési terv, ennek a eszköze, ennek a lenyomata a település rendezési terv, amely viszont egy föntről lefelé irányuló szabályozás. A megyei területfejlesztési terv, az illeszkedő terület rendezési terv meghatározza majd a településeknek, hogy a saját terület rendezési tervüket mi módon kell illeszteniük a miénkhez. Amennyiben ez nem megy, ahhoz természetesen változásokra lesz majd szükség. A feladatok újraosztásával megszűnnek a regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési tanácsok. Már az idén megkezdődik a felkészülés az Európai Unió 2014-2020-ig terjedő tervezési ciklusában rendelkezésre álló kohéziós alapok által biztosított pénz hatékony felhasználására, ami új lehetőségeket teremthet befektetőknek és településeknek egyaránt.